Most, ami nagy kihívás lesz, az a nőknek lesz kihívás. Férfiaknak megvan a maga feladatuk, de most a nőknek kell nagyon tudni arról, hogy mi folyik itt. A nők közelebb állnak Istenhez, mint a férfiak. Azért, mert az érzelemvilágotok mindig is engedélyezve volt. Nekünk férfiaknak, milyen sírja, mi vagy te? Én nem lesz belőle katona. Akkor nem szív. És elnyomtunk mindent, és most itt vagyunk, ez egy tajtékzó parasztnak. És az, most mi van, mi folyik itt? És kijön ez az elnyomott agresszió. Ti nők, nektek, vagy magatokon keresztül, igen, magatokon keresztül tudtok segíteni úgy azoknak a hölgyeknek, akik magyarul nem tudom, hogy mondják ezt, segítsetek, légy szíves. Úgy hívják, hogy Middle East, the Middle East. Tehát ebben benne van Jémen, ott a Egyiptom környéken, ez a Middle East, tudod, ahol a nők lefedik a testüket, és csak a szemük látszik, ki Közel-Kelet. Jó, ugyanaz, oké. Okay. Az Közel-Kelet, oké. Okay. Köszönöm. Na, az a lényeg, hogy ezt is mondta már az egyik publikus YouTube videómban, de itt megismétlem, mert most a tudatossági szint a Földön megemelkedett, és már hallhatóbb vagyok. Annyit fejlődtél, Robert, olyan jól magyarázom most már, régen nem így magyar, nem a szart, nem, te nem hallottál, a hallójára gyulladásod blokkolt, de most az égek bekapcsoltak egy új, képességet, és olyan hatást kell, mintha megafon használnék, de nem használok megafon, sőt, még csendesebben is beszél. Ja? Na, mi folyik itt? A közel-keleti nők rá volt bízva egy olyan feladat, egy olyan megoldani való, amit brutálisan, kudarccal végeztek, hogy álljanak ki a nőiességük mellett, vállalják vissza a női szabadságukat, a női szuverenitásukat, és mondjanak nemetet ennek a sok izének, tevezsókénak, az utálatos férfinak. De nem csinálták. Jaj, mi lesz velem, miből fogok enni, amiből teremtő legyen már az ellátásos forrása, ne az a izé. Tökkel ütött. És ezt nem csinálták meg. Kicsi én, eltakarom testem, alig látok. Jaj, szabad látnom. És ez, ami ide vezetett, ez az erőtlenség, ez a megalkuvás, ez a leredukáltság, miközben annak az örjöngő parasztnak engedélyt adunk arra, hogy abúzáljon minket. Érzitek a súlyát ennek? A közép-keleti nők okozták az ő integrálatlanságuk és az ő megalkuvásuk, az ő nő mellett nem kiállásuk okozza a most történő katasztrófákat. Okay. Hölgyeim, ti vagytok a világ megmentői, nem viccelek, rátok van most bízva, hogy a ti intelligenciátokon az ész és a szív és ez az érzelem világ, ez érzelmi intelligen keresztül kezdjetek oldani. Úgy magatokban, mint egymásnak segíteni. Jó? Persze. Azért van ez a cataclysm. Cataclysm az ez a nem a háború, hanem amit mondtam, katasztrófák, cunámi, kitörések. Azért van ez sok árvíz. Mi a víz? A felszabaduló, burjánzó, mértékt nem ismerő érzelem, az a víz. Mi vagyunk a föld mi vagyunk a kiterjesztése, minden, ami itt integrálatlan, az a külvilágban megjelenik. Kataklizm, oké, köszönöm, ugyanaz, kerekaklizm. Jó, tehát ha ezt tudjátok, akkor tudtok csinálni úgy nagy technikát, azokon a nő ismerősötökön, nem is kell, hogy ismert, hogy figyelj, vedd már azt a búbánatos, francos, fekete pizsamát, mert a tököm ki van ki, 44 fok van, te meg itt játszod a szerencsétlen. Hát lepofozom róla, mit csinálsz? Na, ártatlan vagy, cserélj.
menj az öltözőbe, vegyél fel valami apropó bizet. Jó. Az ember nem gondolkodik. Azt hiszi, de ez egy ego trükk, ez a sátának egy trükkje, hogy szenvedni jó. Kicsi én. Majd egy nap, eljön az a nap, amikor én szabad leszek. Hát a te hozzájárulásod nélkül soha, te egyre nagyobb rabszolgává teszed magad. Ez is egy tévhiedelem, hogy majd a külvilág megváltozik. Majd a politikusok, meg majd az orvosok, a tanácsára, majd olyan jó világ lesz, hogy aha, ma rájössz. Nem. Akkor lesz jó világ, és annak lesz jó világ, hogy a belső buksebb azt mondja, hogy elég. És tesszünk valamit, és semlegesítjük az bennünk lévő rezgéseket, azt mondjuk, hogy figyelj, nem kell a pizsama, a fekete pizsama 44 fokban. És elengedjük ezeket az erőtlen, megalkuvó mintákat. Ez egy megalkuvás. Érzitek? Jó? Azért mondom, ezeket erőszakot, ezek speciális, specifikus, mély, pszichológiailag akkuráns vagy ekület. Kifejezés. Azért mondom ezeket, hogy ne hablaty legyen belőle. Jó, hogy miért ilyen nagy a szemed, hogy jobban lássalak? Hát de nem most mondtad, hogy nem látsz. Hát most, hogy mondod, igazad van, kicsi én. Bocsánat, farkacska, bocsánat. Nem beszélek innent. Hülyeséget ne beszélj, de az igazságot beszél. Az a lényeg. Sávot kell váltani.